Jó estét kívánok, köszöntöm a paletta nézőit. Ha egy gyermek elveszíti szüleit, őt árvának nevezzük. Ha egy házastárs elveszíti férjét vagy feleségét, özvegynek hívjuk. Ha egy szülő elveszíti gyermekét, arra nincsen szavunk. Ez a hónap elismeri azt a veszteséget, amelyet sok-sok szülő élt és él át az Egyesült Államokban és szerte a világon. Ezekkel a szavakkal indította útjára 1988. október 15-én Ronald Reagan a kezdeményezést, amely szerint legyen egy nap az évben, amikor a szülők, akik elvesztették kisbabájukat, méltóképpen emlékezhessenek rájuk. Október 15-e a születésük előtt, születésük közben, vagy nem sokkal utána elhunyt gyermekek világnapja. A bébigyászról beszélgetünk mai vendégeinkkel, Lenkeiné Teleki Mária református lelkésszel és Papp Katalin védőnővel. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Alig egy évszázaddal ezelőtt a gyermekhalál még természetes volt, majd az orvostudomány fejlődésével szerencsére sokat javult a helyzet, ezzel egyidejűleg azonban tabu témává vált a gyermekhalál. Mit tapasztaltok? Változott esetleg pozitív irányban ez a helyzet, vagy most is inkább kínos vagy kellemetlen erről beszélni? Hát én azt gondolom, hogy a halál, mint olyan, az tabu maradt. Sőt, szerintem sokkal nagyobb tabu, mint volt régen. Családok együtt éltek, egymással élték meg a születést, a gyereknevelést, az elválást, a betegséget. Most meg nagyon szeparálódunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal nehezebben viseljük a halált is, egyébként is. És hát egymást is ebben sokszor nagyon nehezen tudjuk megerősíteni, vagy segíteni. Református lelkészként gondolom nap mint nap találkozol ezzel magával a halál témájával. A gyermek halál témájáról gyásztanácsadóként van tapasztalatod, úgymond, de hogy látod ezeket a dolgokat, Mária? Csatlakoznék Katihoz, hogy tényleg ez változatlanul tabu, vagy egyre mélyebben süllyed az emberekben a halál kérdése, témája, egyre inkább próbálnak eltávolodni tőle, de hát a halál nem az, amitől el lehet távolodni, mert hogy az életünknek része és velejárója. Az, hogy ennyire szétforgácsolódott az életünk, atomizálódott tulajdonképpen a családjaink, ráadásul hospitalizálódott is az elmúlás, tehát egy intézményi rendszer tulajdonképpen befogadja, ezért is távol került tőlünk, de a távolságtartásban talán az is ott van, hogy nem szeretnénk tudni róla, nem akarunk beszélni róla, és ha azt gondoljuk, ha valamiről nem beszélünk, akkor az nincs is. Védőnői munkád során találkozol ilyen esetekkel, mint említetted beszélgetés előtt, szerencsére ritkán, de hogyan értesülsz arról, hogyha valakivel megtörténik ez a tragédia? Elveszti gyermekét akár magzatkorban, akár születése közben? Hát ha magzatkorban, akkor arról kapunk értesítést, egyébként a szülés közben akkor arról is. Avval van nekünk a legnagyobb probléma, hogyha megszül egy anyuka, és csecsemőkorában elveszte gyermekét, akkor mivel bekerül egy intézménybe valószínűleg, onnan már nem kapunk értesítést, sőt. Úgyhogy általában a szülők szoktak, nem általában, hanem a szülők szoktak felhívni, és akkor megbeszéljük, és a szülőktől még a dokumentációt is a szülőktől kapjuk ilyen esetben. Tehát a kommunikáció nagyon fontos, hogy ez megmaradjon végig, mert hát nekünk is, meg nekik is. Ott nincs értesítés, ez a folyamat, ez megszakad. Református lelkészként, gyászcsoportok vezetőjeként eljutnak-e hozzád azok az anyák, szülők, nagyszülők, akik így módon veszítették el a gyermeküket? Igen, találkozom ilyen szülőkkel, ilyen édesanyákkal, nagymamákkal, és találkozom a közösségemen belül is, mert hogy ott tudunk egymásról, tudunk a életünkről, figyelünk egymásra. Ez egy nagyon-nagyon megtartó és támogató közeg, mondjuk egy egyházi vagy egy gyülekezeti közösség. Azt tapasztaltam, hogy ha ott történnek ilyen esetek az édesanyákkal, a családokkal, ott nagyon szépen körbeöleli a közösség őket, és tartja, és segíti, és kíséri, és volt erre példa a mi közösségünkben is, de jönnek kívülről a gyászcsoportba, hál' Istennek azért nem olyan gyakorisággal. Mi a tapasztalatod? Szívesen beszélnek az anyák a veszteségükről, vagy inkább magukban tartják, akár neked?
Hát ez abszolút embere válogatja, milyen identitása van ő, hogy éli meg ezt az egészet, melyik fázisában van a gyásznak például. Ugye 5 fázisa van, amit nem lehet összecserélni. Van, amikor a környezet jobban tud róla beszélni, úgy, ahogy Mária mondta, van, amikor a nagymama vagy a nagypapa apukákkal mi azért kevesebbet találkozunk, de volt olyan is, hogy az apával sokkal jobban tudtam kommunikálni. És volt olyan is, hogy anyuka egyáltalán nem akart velem kommunikálni, mert ugyanúgy az egészségügy része voltam, akire haragudott, és egy jó pár hónap kellett, mire ő fölhívott, és akkor elnézést kért, és mondta, hogy most tud erről az egész egyetem beszélni, mert senkit, akin köpeny van, azt ő nem bírta elviselni. Úgyhogy mindenféle, és van, akivel órákat el lehet igen utána beszélgetni. Ugye, hogyha a szült és úgy veszti el a babáját, és ha az önök a gyerekágyasként mi még őt gondozzuk, tehát kimegyünk látogatni, és akkor hát itt vagy elfogadja ezt, vagy nem, vagy tud róla beszélni, vagy nem. Ezt nekünk tudomásul kell venni, és úgy kell viselkedni, hogy ezt az ember nyilván akceptálja, hogy hol tart ebbe a folyamatba. Igen. Hozzátartozók barátok sem tudják sokszor, hogy hogyan közelítsenek ahhoz, aki elvesztette a gyermekét. Mik az ezzel kapcsolatos problémák, hogyan látjátok, amelyekkel akár személyesen, akár elmondások révén találkoztok? Például az a közhely, hogy azt mondják, hogy van másik. Tehát hogy mit mondanak erről a veszteséget átélt szülők? Mi az, ami leginkább zavarja őket? Hát pont a közhelyek szerintem. Én azt gondolom, hogy pont a közhely zavarja őket, mert azt a veszteséget, azt a fájdalmat, azt éppen akkor senki más nem érzi, csak ők. És hogy ebbe, hogy van másik, meg az idő meggyógyít, meg jó helyen van, meg azért van egy csomó olyan szlogán, hát így tudom mondani, amit mondanak, de az éppen akkor nem vigasztaló. Még szerintem egy vallásos, mélyen vallásos embernek se vigasztaló, pont azért, mert ő a gyászának a magas fokát éli meg, és minden fáj, és minden rossz, és akkor ebbe elég csak néha megkérdezni, hogy még azt is néha, hogy vagy, hát az is egy ilyen kicsit ilyen muris kérdés, tehát még kívülről mi se tudjuk, hogy mit szóljak, mit merjek szólni. Ha oda megyek, és részvételt nyilvánítok, akkor lehet, hogy nem jókor teszem. Ha oda megyek, és megkérdezem, hogy vagy, hát mit mondjon erre, mert néz rád, hogy lennék, hát rosszul. Tehát, hogy miben tudok segíteni esetleg, vagy tudok-e valamiben segíteni, az mondjuk lehet egy jó kérdés. Vagy sajnálom, sokszor elég ennyi egy ilyen kipukkasztáshoz, hogy oda megy az ember, megsimogatja, vagy átöleli, és azt mondja, hogy sajnálom. És ettől van, aki teljesen ki tud nyílni, mert akkor nem ítélkeztem, nem mondtam semmit, nem kérdeztem semmit, úgyhogy vannak nagyon rossz beidegződéseink, én azt gondolom, igen. De hogy lehet, ugye a közösségedben gondolom azért ennyire, tehát ott talán jobban tudják, nem kezelni? Én azt szoktam mondani, akár a közösségemben, akár kívülálló embereknek, hogy mindig érezzék a jelenlétet, tehát hogy te jelen vagy, te úton vagy az ő veszteségével, hogy te mellé állsz. És ez a melléállás az nem azt jelenti, hogy én állandóan ott vagyok, és mondom, és kérdezem, és beszélek. Nekem erre egy nagyon meghatározó bibliai példa az Emmausi tanítványok története, amikor ott a két gyászoló tanítvány, akik elvesztették Jézust, vagy ott voltak, jelen voltak az ő halálánál, és nagy szomorúsága, mert nagy váradalmaik voltak, elindulnak, és akkor Jézus, a feltámadt Jézus melléjük szegődik. És nekem ez egy modell, ez egy nagyon, nagyon jó példa, ahogy Jézus odaállt melléjük. Nem ismerték föl őt, mert nyilván amikor az ember veszteségben van, amikor súlyos terheket hordoz, akkor nem is látunk és nem is hallunk, vagy nem azt látjuk és nem azt halljuk, amit látnunk kéne és amit hallanunk. És ahogy Jézus odaállt a két tanítvány melléjük szegődött, és megkérdezte tőlük, hogy miről beszélgettek, mi a problémátok, mi a gondotok, mi foglalkoztat most titeket, és én erre szoktam bátorítani mindenkit, hogy így álljanak a veszteségek megéltek mellé, hogy ilyen csendesen, és hallgatva, és nem feltétlenül, ha mondják, akkor jó, hogyha csak a hallgatásommal, mi nem félünk a hallgatástól, félünk a csendtől. De az is egy melléállás, hogyha én valaki mellé csendben odaállok.
egy fél órát ott ülök mellette, és nem szólunk semmit. Tehát, hogy a melléállás az, ami a legfontosabb, és ami igazából erősíti a veszteségben járókat. Úgyhogy én ezt tudom így ajánlani, és ezt szoktam átadni. És te is így segítesz nekik? Most egy gyászcsoportban nyilván ott már eljutottunk valamilyen szintre, amikor mi beszélünk róla, aki eljön oda, ő szeretne, általában valamiféle elakadás történt ezen az úton. És ezt az elakadásban kell segíteni. Lehet, hogy csak egy nagyon kis mozdulat, és aztán tud tovább menni ezzel a teherrel, vagy veszteséggel. De van olyan, amikor csak állunk, és csak egy érintés, csak egy tekintet, csak egy együttérző mondat, de hogy mindig az ő szükségleteire kell figyelni. Tehát ezt is szoktam ajánlani, hogy ott ne legyen az, hogy most nekem ez rosszul esett, mert ő nem is figyelt oda rám, vagy azt mondta nekem, hogy hát én most nem szeretnék veled beszélgetni. Akkor ezt tudomásul kell venni, hogy az a jó melléállás, hogy most ő nem szeretne beszélgetni, de nem jelenti azt, hogy én egy hét múlva újra ne kérdezhetnék tőle, vagy ne jelezhetném felé, hogy itt vagyok bármikor. Tehát, hogy ezt mindig jelezni feléjük, hogy itt vagyok, jelen vagyok, melletted vagyok, kísérlek, és én azt gondolom, ez a támogató jelenlét a legfontosabb. Az, ami nehezen megy, bocsánat, hogy anyukák, tehát a barátnők, vagy az anyatársak, azok pont nem merik felhívni őket, mert hogy nem, ha mit szól, vagy mit, egyrészt mit mondjak, másrészt meg, hogy mi van, ha nem veszi föl. Hát mondom, hív föl, ha a barátnője vagy, ha, mert hogy ő nekem ugye gyerekem van mondjuk, akkor hogy ő neki az milyen rosszul fog esni, ne te döntsd el, hogy ő hogy fog reagálni, hanem hív fel, ha nem veszi fel, akkor nyilván nem óhajt beszélni, akkor vagy visszahív, vagy nem beszél egy darabig, de ne sértődj meg, amit már is, ne sértődj meg azon, ahogy reagál, mert annyira nem tudja, hogy a világban hol a helye éppen, dühös, mérges, mindenkire fáradt, elégedetlen, tehát hogy összezavarodott az egész élet, és meg kell várni, mire ő ezt megtalálja a helyét, és akkor majd visszahív, vagy majd beszél veled, vagy... Ez, amit mondtál, hogy ez jutott nekem is eszembe, hogy ebből a szülőtársak nagyon sokat szenvednek, hogy most fölmerjem-e hívni. Hát hívd. És akkor majd ő eldönti, vagy kopog be hozzá, és majd eldönti, hogy be akar engedni, nem enged be, de ne erőszakoskodj vele. Azon felül, hogy segítesz azoknak, akik vele kapcsolatban állhatnak, te hogy segítesz nekik? A magának, a gyászolónak, hogy tudsz segíteni? Szakmailag? Hát egyrészt, hát szakmailag nyilván a praktikumot, hát nem tudok más mondani, hogy milyen teendői vannak, vagy mit kell esetleg intézni, azért ez ebbe a gyász folyamatban az, hogy éppen meghal a gyerekem, és közben el kell rendezni körülötte mindent, az azért nagyon-nagyon megterhelő, és akkor például ezt kibeszélni, vagy átbeszélni, hogy lehet. De volt olyan is, hogy én beszéltem a temetkezési vállalkozóval, mert anyukának nem volt segítsége, és akkor ereje meg pláne nem, és akkor legalább az opciókat azt én átbeszéltem, és akkor én rajtam keresztül tudta meg, hogy milyen lehetőségei vannak, például eltemetni, hazahozni, akkor az ellátásokat, hogy mi jár egy szülőnek ebbe az esetben is, annak utána nézni, hogy éppen mi a rendelkezés, és akkor azt tájékoztatni arról, hogy hol igényelheti. Bár néha ezt azért nehéz ezeket a praktikumokat átvinni, mert hogy nem érdekli, tehát azért az eleje az mindig elutasítás, hogy ez nem fontos. Aztán ha ezen túl vagyunk, akkor azért, vagy ő hív föl, hogy akkor mit tudok róla, akkor az ember azt elmondja, hogy mi jár, mi nem jár, mit kell csinálni, hova kell lejelenteni az összes ilyen praktikát, idézőjelben ezt a praktikát. Hogy érint téged ez? Nyilván rosszul, de hogyan dolgozott fel, hogyha az anyuka, akit végigkísértél, és jön a papír, hogy mi történt? Hát nagyon nehezen. Tehát ezt szerintem ők nem is gondolják, hogy egy vidőnő ott van, azt kész, de ez nem így működik, mert azért mi nagyon sok érzelemmel dolgozunk mi is, és hát mi is azért dolgozunk, hogy egészséges babák szülessenek, rendben legyenek, minden jól menjen, és én mindjárt elsőre fölteszem a kérdést, hogy esetleg mit nem jól csináltam, tehát nálam azért van egy ilyen is, hogy mi mindjárt megnézem, hogy mi az, amit esetleg én néztem el, mi az, ami nem jól történt, de hát nyilván, vagy hát remélem, hogy ilyen nem nagyon van, vagy nem is volt, én azt gondolom, hogy az embernek azért van egy ilyen önvizitje nyilván egy egészségi dolgozóként,
és megszenvedjük. Ugyanúgy sírok, ha ő nem is látja, van, hogy vele sírok, tehát olyan is volt már, hogy együtt sírunk telefonban, vagy éppen személyesen, de nem nagyon meg tud viselni, tehát ugyanúgy visszavett meg, ugyanúgy gondolkodik az ember, hogy most mi történt, vagy ez most miért volt, ugyanúgy, hogy bennük is felmerülnek ezek a kérdések, azért bennünk is felmerülnek. Azért a védőnői képzés során kaptatok erre valami útmutatót, hogy... Én nekem Elizabeth Kübler-Róz az bevésődött, de olyan annyira, mert a nagymamám akkor halt meg, mikor pont a gyászról, meg az ilyen folyamatokról beszéltünk, és ő teljesen megmaradt, meg polc alején talán a ők ketten, akiktől olvasnunk is kellett, és tanultunk is, és szerintem ők azért ezt a témát nagyon jól összefoglalják. Tehát például lehet ezt is egy szülőnek ajánlani, ha ő nem óhajt csoportba járni, vagy hogy olvasson utána, próbálja meg magába ezeket a dolgokat. Legalább lássa, hogy milyen folyamat van, miután mi következik, hogy egy kicsit tudjon magán dolgozni, mert van, aki így tud ebbe elmélyedni, vagy így tudja túlélni. Felmerül az Isten hívőkben a kérdés, hogy hova jutnak ezek a gyerekek, akik ugye nincsenek megkeresztelve. Mit tudsz erre mondani? Lelkészként, teológusként nyilván erről nem mondott nekünk semmit Isten. Azt viszont tudjuk, és azt kinyilatkoztat, hogy ő életnek és halálnak az Ura. És nyilván ez a halállal, amikor szembesülünk, akkor általában mindig van találkozásunk az Istennel, hívőnek is, hitetlennek, mert mindig feltesszük a kérdést, és felteszi az is, akinek addig esetleg semmiféle kapcsolata nem volt az Istennel, hogy hát ez meg miért nem. Mert hogy valahol azért mélyen mégis be van vésődve mindenkibe, ha hisz, ha nem, hogy az életnek és halálnak az Ura az Isten. Mert hogy ott, tehát azok a szintek, azok a dimenziók az emberi sorsunkba, amibe az ember igazából nem tud olyan mélységekbe lemenni. És én azt gondolom, és én ezt is tanítom, és ezt adom tovább, hogy az Isten öleléséből jövünk, indulunk el, és az Isten ölelésébe érkezünk. És ebben az esetben különösen is igaz, mert nyilván felnőttként, meg amikor nekem döntéseim vannak, akkor ott teológiailag nyilván egy kicsit más utak is vannak, de én azt gondolom, egy ilyen helyzetben, amikor egy gyermek hal meg, hogy tényleg az Isten öleléséből jön, és én azt vallom, és hiszem, és ezt is tanítom, hogy az Isten ölelésébe érkezik, mert hogy az idő, mint kategória, ez csak a mi emberi létünkben van, az Istennél ez nem. Tehát, hogy az ezer esztendő annyi, mint egy napnak elmúlása, mondja a Zsoltáros, és ebbe azt gondolom, hogy teljesen beleillik az, hogy jövünk az Istentől, az Isten öléből, és megérkezik ez a gyermek az Isten ölelésébe. Azzal kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak, hogy aki elvesztette gyermekét, utána a következő gyermek vállalásánál, a terhességnél nagyobb figyelmet igényel, féle, milyen ilyen általános, ha vannak általános tapasztalataid erről, vagy ez is személyfüggő, hogy... A következő gyermeket hogy vállalja? Erre még azt sem mondom, hogy személyfüggő, mindenki fél addig a pontig, amíg el nem hagyja azt a pontot, ahol az esemény megtörtént. Ha ez egy 26 hetes baba, akkor egy 26 hetes baba, ha egy újszülött és pár hetes, akkor az. De addig a pillanatig, és az általános tapasztalatunk, mert azért egy kicsit kutakodtam, általános tapasztalatunk, hogy addig a pontig, és igen stresszesebb a következő, és alaposabban próbálnak, odafigyelnek jobban. Én nem tudom, hogy ennek mennyi, mert aki nagyon odafigyel, és a következőn is odafigyel, hát sőt a stressz az nem tesz őt ugye terhességnek, mint tudjuk, de valahogy belénk van építve, hogy amíg azt a hetet, amíg azt a hónapot, amíg azt az évet el nem adjuk, addig ez a stressz, ez a kicsi szorongás, ez nem tud megszűnni, vagy nem akar megszűnni. És aztán utána egy kicsit ilyen könnyebb, jobb elfogadni, könnyebb elfogadni. Mert ugyanattól félek, hogy ugyanaz megtörténik velem még egyszer, és akkor mit fogok csinálni? Hála Isten, azért ugyanakkor nem történik meg. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy nincs még egyszer ugyanaz, még egyszer ugyanazt a feladatot nem kapjuk meg, de addig biztosan szorongóbbak, és több vizsgálatra elmennek, esetleg jobban odafigyelnek, bár van olyan anyukám is, aki azt mondta, hogy na most akkor semmi. Tehát az előzőnél minden vizsgálat és minden, és azt mondta, hogy most akkor lesz, ami lesz.
de ugyanúgy szorongott addig a pillanatig, csak elengedte ezt az egész rágörcsölést, hogy nem tudom, mi lesz az életben, és mivel a másiknál annyira figyeltem, és nem jött össze, akkor most váltok egy nézőpontot, hogy akkor most másképp állunk neki, ugye, mert apukák is azért benne vannak a történetben, mi ővelük viszont keveset találkozunk, tehát hogy ők hogy dolgozzák fel a gyászt, az nyilván nekik egy sokkal nagyobb falat, vagy más a megközelítés. Hozzád érkeznek apukák és családok, vagy inkább anyukák, nagymamák? A gyászcsoportokban eddig egyetlen egy férfi résztvevőn volt. Ők valahogy másképp. Mert nyilván nehezebben beszélnek róla, teljesen más az ő megküzdési stratégiái, mint egy nőnek, a beszéd nem annyira fontos, meg talán ez a csoportban lét, közösségben lét, és kicsit befelé forduló. Hát meg azt szerintem azt várják el tőlük, hogy ők erősek legyenek, legyen a támasza a nőnek, meg a mamának, de hát azért a férfiaknak is meg kell ezt engedni, hogy igenis elgyengüljenek, és ilyenek is legyenek gyengék, és tudjanak sírni, és ki tudják mondani, amit gondolnak, csak ezért szorul beléjük, szerintem a gyerekkorunk óta neveljük belőlük, hogy nekik erősnek kell lenni. Igen, ez nagyon meghatározó, hogy gyerekként mit látok, hogy gyászolt a nagymamám, hogy gyászolt az édesanyám, mert hogy én azt viszem tovább, persze, hát ezt át lehet írni, ezt a forgatókönyvet, amit kapunk, de azért ehhez nagyon kemény munka kell, amikor át kell írnunk ezeket a forgatókönyveket, vagy át kell írnunk az élet hazugságainkat, amivel nyugtatjuk magunkat, és néha fontosak ezek, akár a gyászfeldolgozásban is, de aztán ezeken nyilván tovább kell lépni. De az, hogy mit hozunk otthonról, és én igen, ebbe a Katival teljesen együtt tudok menni, hogy a fiúkba azért ezt bele próbáljuk nevelni, hogy nekik máshogy kell megküzdeni. A búcsú lehetősége azért a gyász folyamatban fontos, illetve nem mindenkinek fontos. Ezt te hogy tapasztalod, Kati? Mert ugye a nagyon korán elvesztett gyermekeket ki se adják a kórházból. Nem láthatja már a szülő. Tehát mit tapasztalsz az anyák? Hogy miért ragaszkodnak ahhoz, hogy láthassák, elbúcsúzhassanak a gyermekektől, vagy inkább könnyebb nekik az, hogyha ott hagyják, elengedik? Hát ez valóban megint csak embere válogatja, de én szerintem, ez egy nagyon jó kérdés, ezen sokat gondolkodtam. Én azt gondolom, hogy mindenképp fel kellene kínálni a lehetőséget arra, hogy ő mit szeretne. Hogy megsimogatása, megfoghassa. Jobb, ha nem nézi meg anyuka. Igen, csak ezt ő akkor nem tud dönteni. Igen. Tehát abban a szituációban van, amikor sokkot kapott, igen, és ő ebben döntésképtelen, hogy éppen neki majd mi esik jól egy fél óra múlva, vagy két óra múlva. És utólag már ez mindenkinek egy nagyon rossz érzés, hogy azt se tudom, hogy néz ki, nem is láttam. Hozzá se nyúlhattam, el se búcsúzhattam tőle. Azért van azért jó pár kórház, ahol attól függ, ugye mennyi idős, amiről beszéltél, hogy hány hónapos, hetes gyerekről beszélünk. Nyilván, hogyha újszülött és bocsánat, de neve van, és akkor azért ott szoktak engedni búcsúzási időt. Hát meg anyuka milyen állapotban van. Meg egyébként hol történt, mert egy nagyon gyors leválás van, tehát császármetszés van, elviszik, hogy oda mehet-e, nem mehet. Tehát azért technikailag is egy kicsit bonyolultabb történet. De azért annyi van szerintem, hogy sok esetben gyerekhalálnál mindenképp azért azt úgy elköszönnek. Én azt gondolom, hogy mindenkinek kéne. Tehát, hogy ő neki lehetősége legyen arra, apukának, anyukának egyaránt, hogy elmondja, hogy ő szeretné, nem szeretné, és ha szeretné, akkor legyen rá módja, hogy ezt megtegye. Mert ugye egy felnőtt, ha meghal, vagy társ meghalott, azért van egy csomó emlék. Ugye ez a legrosszabb az a gyermekhalálba, hogy a jövőképünket veszik el tulajdonképpen, vagy veszik el annak, aki ennek a részese, és nincs mibe kapaszkodni. Egy idősebb, most akárhány éves gyerekről beszélek, ott a ruhája, ott a kis ez, kis az, és itt tulajdonképpen eltűnik. Tehát van egy vágyálom, amire építünk egy, és eltűnik, egyszerűen megszűnik. Tehát ez szerintem még így ebben az esetben még nagyobb ütközet. Fájdalomban nem biztos, hogy van különbség, de maga ez, hogy nem tudom megfogni, azt sem tudom, hogy nézett ki. Hát ez valami borzalmas lehet, tehát ebbe belegondolni is szörnyű. Csak hát a gépezet az nem mindig működik jól. De vannak azért nagyon pozitív tapasztalataim is, hogy oda mehettek, megfoghatta.
beszélhetett hozzá, hagytak egy óra időt, hogy apuka, anyuka ott az inkubátornál elbúcsúzzon, tehát ilyen is van. Ez nem tudom, hogy mitől függ egyébként. Gondolom a kórházi protokolltól is, a körülményektől is, hogy hogy történt az esemény. Igen, ez jó lenne, hogyha a kórházi protokoll kidolgozná a maga jó protokollját erre, hogy lehetőséget kapjanak, mert én azt gondolom, hogy az elköszönés és a búcsúzás az egy nagyon-nagyon fontos lépés. És én szoktam mondani, hogy tanácsolni, hogy a fájdalmat meg kell engedjük magunkhoz, közel kell engedjük magunkhoz, mert ha nem engedjük közel magunkhoz, és néha nagyon nagy fájdalom most megfogni egy ilyen kis pici életet, és szóval, hogy ezt el kell engedjek, de hogy akkor tudok majd eltávolodni a fájdalmamtól, mindennemű fájdalomtól, akkor tudok eltávolodni, hogyha megengedtem, hogy fájjon, mert hogy ez fáj, a veszteség fáj, ha meghal a gyermekem, az fáj, az nagyon nagy fájdalom, hogy megszakad a szív, nagyon szépen fejezi ki a nyelvünk, és tényleg megszakad, de hogy itt engedni kell, hogy majd aztán el tudjak ettől távolodni, és majd úgy tudjak visszanézni erre a történetre, hogy meggazdagító legyen az életemre nézve. Azon felül, hogy nem mindig tudnak elbocsózni a szülők, megakasztatja az is a gyász folyamatot, hogy nincs egy hely, ahova kimehetnek. Én úgy tudom, országosan több kezdeményezés is volt arra, hogy meg nem született gyermekek emlékhelyeit létrehozták. Úgy tudom, Mária Pakson is valami hasonlóban gondolkodsz. Felkaroltál egy kezdeményezést azzal kapcsolatban, hogy egy emlékhely létesülhessen. Hol tart most ez a folyamat, vagy milyen terveid vannak ezzel kapcsolatban? Igen, ez a tervek szintén indult el. A pandémia, mint ahogy nagyon sok dolgot áthúzott itt a mindennapjainkban, egy kicsit ezt is lelassította. Én a közösségemtől felhatalmazást kértem és kaptam, hogy a temetőnkben, a református temetőben, Virág utcai református temetőben kialakíthassunk egy olyan kis emlékhelyet, ahova kijöhetnek ezek az édesanyák, kijöhetnek ezek a családok, édesapák, testvérek, ahol ők ott megélhetik a búcsúzás pillanatát, megélhetik a gyászukat, az elengedésüket, kinek mire van szüksége. Én most így meg is ragadom az alkalmat arra, hogyha ebbe tudnak segíteni, hogy ezt az emlékhelyet ki tudjuk alakítani a temetőnkbe, bárki kertrendezéssel, aki foglalkozik, vagy kőfaragó, és egy nagyon szép emlék helyet ott ki tudjunk alakítani, akkor erre bátorítok és buzdítok mindenkit, hogy keressenek meg engem, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy meg tudjunk állni. És azok az édesanyák, akik tényleg nem tudták, vagy családok, nem is csak az édesanyákról beszélek, nem hozhatták haza ezeket a kisgyermekeket, de legyen egy hely, ahova én elmehetek, ahol tényleg emlékezhetek, ahol meggyújthatok egy mécsest, egy gyertyát, és mivel a szertartások ebben az esetben nem, Kati említette, hogy megvannak ennek a formái, jogi formái, egészségügyi protokoll, hogy mikor adják ki a kis testeket, hogyha valaki erre nincs lehetőség, mert hogy egy olyan időszakban hal meg ez a kicsike, akkor is legyen lehetőség esetleg egy szertartást kérni, nem egy megszokott formájú temetést, hanem valamiféle megállást, valamiféle ritust, mert hogy a ritusok is fontosak ezekben a veszteséggel megterhelt helyzeteinkben, hogy legyen egy ritus, amikor én ott el tudok köszönni, amikor oda tudnak jönni mások, és amikor esetleg meg tudnak érinteni engem, és együtt tudnak velem lenni ebben a gyászban, és én ezt érezhetem. És hogy én erre is fel szeretném kínálni a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy a más felekezetű kollégáim szintén nyitottak lesznek majd erre. Én pedig mindenki számára ezt felkínálom, hogy egy ilyen nagyon kis olyan szertartást kidolgozva, amiben mindenki nyilván jól érzi magát, és megkapja azt az erőforrást, azt a vigasztalást, amire ilyenkor szüksége van. Remélem, hogy sikerül. Hiánypótló kezdeményezés, és remélem melléd állnak majd azok, akik tudnak ebben segíteni. Végezetül
Mit üzentek azoknak a szülőknek, akik elveszítették a gyermeküket, akár tapasztalataitok alapján, akár saját bensőtökből eredően, hogyan tovább, mibe kapaszkodhatnak? Hát ne akarjanak egyedül maradni a fájdalmaikkal. Tudják, hogy tehát tényleg tudják, hogy mi mennek keresztül, fogadják el a segítséget abban a tempóban, ahogy nekik erre szükség van, mert nyilván ez sem egyforma. És inkább azt üzenném, hogy mindig van segítség. Szerintem ez jutott eszembe, hogy mindig mindenkinek megvan a segítség. Ha vallásos, akkor mi itt vagyunk egyébként védőnőként is, de ha vallásos, akkor a vallás, ha nem az, akkor a család esetleg, mert ugye annak kell az első védőhálónak lenni a családnak, és próbálják ne támadásnak venni, segíteni szeretne az ember. Én nem tudok többet, mert ez tényleg mindenkinek a gyász folyamatot, azt meg kell élni. Mária lelkészként. Én is ezt tudom mondani, hogy merjenek segítséget kérni, és merjék elfogadni ezt a segítséget, merjék ezt a melléjük álló támogató jelenlétet elfogadni, és ezzel élni ebben a helyzetben. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat, remélem legközelebb vidámabb témáról beszélgetünk. Köszönjük szépen. Megköszönöm nézőink figyelmét, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra!